Az 1999-ben alakult Talamba ütőegyüttest nagyon sokan ismerik Nyíregyházán, hiszen két tagja, Zombor Levente és Szita Miklós a Kodály Zoltán általános iskola diákjai voltak. A keddi koncerten a közönség egyszerre hallhatott ismerős dallamokat és újdonságokat. A Francia Szerelem című összeállítást már 70 alkalommal játszották együtt a zeneművészek, akik ebben a produkcióban dolgoznak először együtt Horgas Eszterrel. 3-4 hónapos műhelymunka és próbaidőszak után még 2012-ben bemutattuk a Francia Szerelmet, amiben hát nyilván a címében is benne van, hogy francia impressionista, expressionista zeneszerzők művei dolgoztuk át egy nagyon érdekes hangszerelésben, hiszen egy szál fuvola és egy hadosztály ütőegyüttes vagy ütőhangszer kíséri az egy szál fuvolát, ami egyébként hangszerelés kérdésében nem volt egyszerű feladat, de azt hiszem, hogy a kollégáim Grünwald László és Szita Miklós nagyon jó hangszerelés mű készítettek ezekből a csodálatos zenékből. Horgas Eszter egyik fontos ismertetőjegye, hogy repertoárján nem csak a fuvola irodalom fontos művei szerepelnek, hanem saját maga is készít átiratokat a zeneirodalom népszerű darabjaiból. A fuvola művész nagyon szereti a talambával való közös muzsikálást. Amikor megtudtam, hogy közel 400 ütőhangszeren játszanak, és tényleg tehát akármilyen világban el tudunk menni, és ott tényleg csodát tudunk teremteni, úgyhogy nekem ez egy óriási nagy kaland, és nagyon-nagyon szeretem őket, egyébként emberileg is. Az esten felcsendülő zeneművek szerzői egy kivétellel mind franciák. Többek között Saint-Saëns, Ravel, Debussy és Edith Piaf muzsikáját hallhatta a nagy érdemű. A francia dallamok mindig hordoznak magukban valami életélvezetet, fuvolán, ütőegyüttesen előadva pedig még inkább szembe tűnik ez a tulajdonsága. A Filharmónia Magyarország következő hangversenyén, május elején a Miskolci szimfonikusok érkeznek majd Nyíregyházára.